2000-ben a kisebbik fiammal, Nikolasszal elmentünk egyszer Franciaországba utazgatni. Ő az egész életét Angliában élte le, és nem ismerte a francia vidéket. Elmentünk Givernybe, ahol Monet a csodálatos tavirózsákat festette, és ahogy ott álltunk a Giverny tó partján, egyszer csak oda lépett hozzám egy nagyon kedves, nagy darab amerikai grizzly medve, egy idősebb férfi, és elmondta, hogy ő a Moni alapítványnak az egyik kurátora, ott volt annak idején a washingtoni koncertemen, és nagyon sok szeretettel meghív, hogy 2 napot lakjunk itt a Moni házban, mert éppen elkészült a 2 emeleti szobának a rekonstrukciója, és még nem adták át múzeumi használatra. Fölmentünk, ott laktunk 2 napot, és ahogy az első hajnalban kinéztem az ablakon, és úgy turistáktól mentesen megláttam azt a csodálatos kertet, és ugye a Szajnán túl fölbukó napot. Azon gondolkodtam, hogy miért nem valósítom ezt meg én is Magyarországon. És volt már egy régi, soha semmire nem használt kis birtokom Somogy megyében. Építettem oda egy pici kis házat, ami kicsinyített mása a Giverny-ben látott Monet háznak. És aztán le is költöztem Somogy megyébe. Ami időt csak lehet, ott töltök lent a varázslói házban. Meghívtak a Canterbury Fesztiválra. Canterbury legenda, hiszen az anglikán világegyháznak a központja. Ott van Szent Albán legendás trónusa, csodálatos orgona. És akkor megérkezett ez a meghívás, akkor annyira megdöbbentem, mert azon gondolkodtam, hogy én évek óta elbújtam Magyarországról, honnan tudnak ezek rólam? Honnan tudják, hogy élek és vagyok? Elmentem Canterburybe, ott éltem egy hétig abban a csodában, ahol tényleg rögzült a történelem, ahol azon a kőlapon állhattam, ahol Beckett Tamást annak idején megölték. Abban a hatalmas katedrálisban, ahol 2 oldalt az abszisnak az elrejtett kazamatájban van, az orgona. Síp nem látszik, csak hallatszik. Mindenhonnan visszaverődésből. És aztán, amikor eljött a koncertnapja, akkor döbbentem meg igazán. Hogy én az egyszerű kőbányai polgárgyerek, aki olvasott Dickens-t, meg olvasott Thomas Mann-t, és tudja, hogy milyen az elmúlt, egykor volt polgári élet Európában, egyszerre csak ott voltam az európai polgárok kellős közepén. És akkor megéreztem azt, hogy
hogy ez valami különleges kiváltság, hogy az embernek, mint egy búvópatak-szerűen azért a munkássága nem lesz ismeretlen a világban. Különben miért jöttek volna el? Rengeteg ember volt a Székesegyházban. A műsorban először Bachot játszottam. Nagyon csapnivalóan. Nekik tetszett, de nekem nagyon nem tetszett. De aztán a hangverseny végén már egy kicsit felszabadultam, mert improvizációhoz két témát kaptam, az angol és a magyar himnuszt, és ezt kellett egybe kovácsolni. I particularly enjoyed the Bach, the Passacaglia of Bach. I'm a Bach fan, and he always wrote his music to be performed in a building like this. So it's great to be here tonight to hear that.
I particularly liked his interpretation of the bark. It's a completely fresh approach, very romantic. The terrific sound that Xavier got out of the organ, it was just so spine-tingling. It was wonderful. It's been a wonderful evening. I'm familiar with visual arts, and I can see everything from detail to from the minimalist detail to the most extravagant sound that the Canterbury organ can provide. It was excellent, wonderful performance. I left Hungary about 30 years ago, so I didn't know very much of him, and it was a great thing to meet him and hear the concert, and especially one part of the improvisation, the Hungarian anthem, was in, and I was very happy. It was my birthday present. A marvelous evening. It was an absolutely thrilling evening from beginning to end. It really was. Yeah, but I just can't speak too highly of the professionalism and the versatility of the organist. It was absolutely marvelous. It was. I think the symphony improvisation at the end was the peak of the performance. How the organist managed to convey all the thrill within the music, I do not know on the spot. How he improvised for that period of time on just those three themes. It was an absolutely thrilling end to the concert. I've never heard Canterbury Cathedral sound so fantastic. The improvisation of the whole piece of music at the very end, and how he played all those and merged them all together, was just magical.